Sziasztok, üdv mindenkinek, és Sebestyén Imre vagyok. A mai kis videóban, és most már úgy szoktam összeállítani a videóim tartalmát, hogy megnézem a kérdéseket, és általában mivel a legtöbb van, hogy na erről csinálok videót vagy arról, akkor arról készíteni fogok videót. És most a meglévő szigetelésre, ha rakunk új szigetelést, mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell vennünk, és szem előtt kell tartanunk, tehát hogy zökkenőmentesen működjék az új szigetelés fölrakása. Tehát amint látjátok, itt már van egy meglévő szigetelés, és el fogunk új szigetelést rakni. Na most az első dolog, amit mérlegelnetek kell, és meg kell nézni, az, hogy a meglévő szigetelés milyen állapotban van. Tehát érdemes megnézni, hogy nincs nagyon lerobbanva, lesárgulva, esetleg belül már eleve penészelik el, vagy van-e valamiféle hiba, és ez alapján érdemes mérlegelni, hogy vagy meghagyni a meglévő szigetelést, vagy lebontani. Tehát, hogyha nagyon rossz állapotban valamint belül penészelést veszünk észre a meglévő szigetelés ellenére, akkor valószínűleg az a gond, hogy nem jó lett a kivitelezés megcsinálva, és akkor érdemes mérlegelni, akkor le kell bontani, és akkor újra szigetelni. De hogyha semmi gond nincs, vagy nincs olyan nagy gond, hogy úgy le kelljen bontani, akkor nyugodtan rakhatjuk a meglévő szigetelésre. Például, ha megnéztek, ez azért egy pár sebből vérzett, tehát sehol nem használtak élvédőt. Amit látjátok, itt megütődött a sarok, tehát itt nem volt élvédő. Azon kívül a háló nem volt beágyazva, nem tudom, látszik-e, tehát simán le tudnám szakítani az egészet akár, látjátok. Tehát csak oda volt, feltűzték a hálót, aztán egyből lett el lefele, tehát ez egy nagyon, nagyon súlyos hiba, látjátok? Tehát ilyet ne csináljatok, hogy nem ágyazzátok be a hálót, mert az egész katasztrófa. Ugyanúgy itt még háló sincs az oszlopon, se élvédő, semmit, ez csak itt rászíneztek, szóval összességében ez a kivetelezés, ez sajnos, azt kell, hogy mondjam, nem jó, de mi ezt most orvosolni fogjuk egy új szigeteléssel. Tehát meglévő szigetelés állapotának felmérése, érdemes mérlegelni, hogy meghagyjátok-e vagy lebontjátok. Azon kívül a második szempont az a tűzvédelem, főleg társasházaknál érdemes esetleg a kávákat kibontani, újra is kőzetgyapottal leszigetelni, mert azért felelősséggel tartozunk a szomszéd iránt, hogy azért, ha mi ház, mert ez egy azért egy éghető rendszer, hogy a mi házunk így oda, azért szomszéd ne szívja már meg teljesen, azt szerintem akkor úgyis mindegy. Ha mindegy, ezt azért érdemes ezt is azért mérlegelni, meg ezt érdemes elmond, hogy elmondtam, és köteles vagyok elmondani nyilván. A harmadik szempont, ami családi házaknál érdekes lehet, hogy vagy a nyilvánzáróknál, vagy 3 méterenként a falat flexel érdemes átvágni. Tehát a meglévő hálózást át kell vágni, mert felrakjuk az új szigetelést, és nyilván dűbelezzük az egészet, és ahogy elkezdjük dűbelezni, az alatta lévő háló feszültséget fog kapni, és így húzza összefele, és idő után az nem biztos, hogy olyan jó, hogyha a fal olyan nagy feszültségnek van kitéve, ezért érdemes a sarkoknál megflexelgetni, vagy 3 méterenként a falat, azért, hogy átvágjuk a régi hálót, annak már úgy sincs semmilyen funkciója, a fal alatt lesz majd, úgyhogy tehát mielőtt elkezdjük felrakni a szigetelést, azt érdemes átvágdosni, mondom azért, hogy a második réteg szigetelés után, ha dűbelezünk, akkor az első réteg hálót, ami a régi szigetelés alatt volt, vagyis a régi szigetelésen, az ne húzza nekünk össze. Úgyhogy ezt azért érdemes szem előtt tartani. Összességében egyébként meg a művelet ugyanolyan, mint a rendes falnál, tehát ugyanúgy perem pontkenéssel körbekenjük a szigetelést, aztán szépen rakjuk fölfele, ugyanúgy be kell dűbelezni, lehálózni, lélvédőzni, úgyhogy végül is összességében maga a dolog, amit érdemes tudni a meglévő szigetelés újra szigeteléséről, azok végül is ennyik lettek volna, szerintem elmondtam nektek a lényeget. Írjátok meg nekem kommentben, hogy miről szeretnétek videót látni. Többen írták már, hogy különböző falsík kihozásáról csinálják már videót, hogy az pontosan hogy és mint, úgyhogy lehet, hogy a következő videóm ez lesz, hogy mert majd úgyis megyünk pont egy olyan házhoz, ahol a lábazati sík is kintebb áll, meg akkor ilyen különböző ilyen elcseszett kőműves munkák vannak, és különböző falsíkok vannak, és hogy azt hogyan érdemes megcsinálni, úgyhogy azért egy egységes és sík falazatot kapjunk. Úgyhogy szerintem arról is mindenképpen lesz videó. Valamint elindult a csatorna tagságom, ahol csak a csatorna tagoknak lesz külön videó készítve, és ott lépésről lépésre el fogom nektek mondani, és meg fogom mutatni, hogy hogyan is kell
a szigetelést elkezdeni, mire figyeljünk. Az első rész az a vályog falazatzás lesz, vagy vályog falazat hőszigetelése, hogy hogyan készítsük elő a falazatot, mire figyeljünk, tehát lépésről lépésre el fog nektek mindent magyarázni, utána a következő részben a téglafalazat, szilikát, tehát mindenféle falazat, utána hogy kezd el, zsinórozás, rakás, a szabás, a kenés, tehát minden lépésről lépésre, és biztos lesz benne, hogyha azokat a videókat megnézed, szakmailag tökéletes munkát fogsz tudni végezni. Azt nem mondom, hogy szépségre szép lesz, mert itt már nyilván az kézügyességre fog múlni minden, de szakmailag szakszerű lesz a kivitelezés, ha úgy fogod csinálni, hogy én neked el fogom mondani a videóba, úgyhogy ez a lehetőség is fent áll. Még nem készítettem egy videót se, de folyamatban vannak ezek a videók elkészítései is. Úgyhogy ha gondolod, legyél tag te is. Na jó, srácok, ennyi lett volna ez a kis videó. Ha esetleg hasznos volt, tudtál meg új dolgokat, vagy informatív volt, akkor iratkozz fel a csatornámra. Dobj egy lájkot, én Sevestyén Imre voltam. Srácok, gyors brit. Lövök nektek egy rúgást. Hol lehet így, srácok? A Ray-Ban napszemüveget levettem. Félek, hogy legbomítom. Szerintem egy pörgőt is tudok csinálni. Rászújtjesz!